Az őszi Szent Erzsébet ünnepi hét keretében számos egyházközségi programot tartottak meg Sárospatakon. A város szülötte a mai korban nagy tiszteletnek örvend, hiszen munkássága, az elesettek felkarolása, a cselekedetei mindazt jelzik, szükség van a hétköznapokban is erényre, kitartásra, odafigyelésre. A Szent Erzsébet tiszteletére a sárospataki Szent Péter és Szent Pál görög katolikus templomban megtartott vecsernyén egy hagyományteremtő eseményre került sor, amikor is a Miskolci Apostoli Exarchátus Karitász igazgatója bejelentette, létrehozták a szeretett bora átadását, melyel a hétköznapokban fontos szerepet betöltő személy munkáját kívánják elismerni. Hogy az a személy, aki Szent Erzsébet példáját követi, a hűséges, szolgáló szeretetben. Arról ne csak majd halál után emlékezzenek meg, hanem már most, itt a Földön. Ismerjük el munkáját, köszönjük meg jóságát, és kérjük a Jóistentől, hogy még sok-sok számos éven át tudja szolgálni a szeretetet. A Karitász díj átadása előtt elhangzott, a fiatal ember, aki átvehette az elismerést, évtizedek óta gondozója a város egyik elismert papjának, Telenkó atyának. A díjazott Vajdics Péter szolgálatával mintát mutat és megtestesíti a Szent Erzsébeti örökséget. A hűségben, a kitartásban, a szeretetnek, mint ahogy Sámuel, itt vagyok, Uram, azonnaliságát csak Te érzed. Te tudod és az Úristen. De ezt a szolgálatot évtizedeken keresztül, és már többi, már egy évtized is régen tudta végezni, csak sziklaerős hittel és nagy-nagy szívvel is lélekkel lehet. Vajdics Péter a szeretett borán kívül egy a Miskolci Apostoli Exarchátus templomait bemutató könyvet vehetett át, valamint elismerését az egyházközségnek és a Karitász szervezetnek.